7:08 perccel folytatódik a Start. Jó reggelt kívánok a stúdióban, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok, szervusz. Szia, jó reggel. Orosz, illetve ukrán útlevél maffiák dolgoznak azon, hogy a magyar állampolgársággal üzleteljenek. Ezt a hírt írta meg az Index, és hát valószínűleg darásfészekben nyúlhattak, vagy legalábbis érzékeny ez a terület, mert hogy a miniszterelnök helyettes le is hazaárulózta az Indexet. Hát én azt gondolom, hogy mostanában azért Magyarországon ez elég gyorsan megy, tehát ez a hazaárulózás sajnos, főleg politikai szinten. Egyet kell, hogy értsek veled olyan szempontból, hogy ez ténylegesen egy darásfészek, mert hogy nagyon-nagyon komoly nemzetbiztonsági, illetve hát egyáltalán a korrupcióhoz kapcsolódó helyzetet tényfeltáró valami az, amivel az Index tulajdonképpen foglalkozott. Én olvastam egy... a biztonságpolitikai kockázatairól is, meg amit mondtál, arról is, csak hogy először ugye nem tudjuk egyelőre, hogy tényleg így van-e. Ugye egy 10000-es nagyságrendekről hát erről van szó. Szólt ez az nem mindegy, anyag, hogy egyszer-kétszer előfordult ilyesmi, vagy valóban 10000-es nagyságrendben történik. Ezt ugye egyelőre nem tudjuk. Tulajdonképpen az oknyomozó anyag, két anyagot láttam tulajdonképpen az elmúlt napokban, felvetette ezt a mértéket, tehát ezt a 10000-es nagyságrendet. Nyilvánvalóan az újságnak és az újságíróknak arra lehetőségük nem volt, hogy ténylegesen ezt darabszámra meg tudják állapítani. Becsléseket fogalmaztak meg az alapján, amilyen információkat erről a területről szereztek. Azért is tartom picit furcsának és elhamarkodottnak a miniszterelnök helyettes kijelentését, mert hogy egyébként az anyagokhoz ők komoly dokumentációkat, tehát ügyvédi szerződéseket, nyilvánvalóan kitakarva a konkrét neveket, átadásátvételi pénzekhez kapcsolódó átadásátvételi papírokat mutattak meg. Tehát én azt gondolom, hogy ha vizsgálati szempontból nézném rögtön, hiszen az én agyam erre jár elsősorban, itt azért nem arról beszélünk, hogy mondjuk egy ilyen bulvárlufit felengedett volna az Index, hanem nagyon-nagyon komolyan megvizsgált egy témát, és ahhoz kapcsolódóan bizonyítékokat is megmutatott az oldalukon, amiket az olvasók megnézhettek. Innentől kezdve egy normál államban teljesen természetes módon felveszik a kapcsolatot az újságírókkal, hiszen nyilvánvalóan olyan információkat tudtak megszerezni egy nyomozás, egy oknyomozás kapcsán, ami lehetséges, hogy az államnak vagy az állam képviselőinek nem állnak rendelkezésére. Az más kérdés, hogyha ez tényleg így van, miért történt így, de az első mindig az, hogyha egy probléma van, ha úgymond egy ilyenfajta fontos állampolgársági téma kapcsán úgymond rés van a pajzson, akkor ezt el kell hárítani, ezt fel kell deríteni. Én már azt értem, hogy nem került ez eddig szóba, tehát hogy ez valóban ilyen méreteket ölt, hogyha valóban maffia épült rá, akkor hogy erről eddig nem beszéltünk, mert beszéltünk arról, hogy határon túli magyarok, ha felveszik a magyar állampolgárságot, akkor elvesztik a sajátjukat. Szó volt arról, hogy a határon túli magyarok ezzel az állampolgársággal majd igénybe veszik a magyar társadalom biztosítást. Hát igen, nyugdíjat. Mindenféle volt szó, de erről, hogy ezzel üzletelnek, és orosz-ukrán emberek vehetik meg egyébként nem kevés pénzért ezt az állampolgárságot, eddig erről szó sem volt. Én azt gondolom, hogy azért látszódott valami, hiszen két évvel ezelőtt, 2012-ben már a kormány elkezdte szigorítani ezeket az állampolgársághoz jutási feltételeket. Egyébként sem volt egyszerű. Nyilvánvalóan az látszódik, és ezt tudomásul kell venni, hogy amikor egy szabályozás életbe lép, és például az állampolgárság tekintetében, és most nem Magyarországról beszélünk, bármilyen ország, Európai Uniós ország tekintetében, vagy akár az Egyesült Államok tekintetében, teljesen természetes, sajnos, hogy vannak olyan emberek, akik pénzügyi lehetőséget látnak abban, hogy olyanoknak, akiknek a talpa alatt ég a talaj, el akarnak tűnni az országukból, hogy valamilyen úton, módon papírokat szerezzenek. Ez így volt 10 éve, 20 éve, 100 éve is. Az más kérdés, hogyha ez tömeges méretet ölt, illetve
az amúgy sem egyszerű, tehát Magyarországon semmi sem működik egyszerűen, tehát ne gondolják azt a nézők, hogy egyébként az állampolgársághoz jutás az egy egyszerű papírra. Hát úgy hívják, hogy egyszerűsített honosítás. Igen, de ennek ellenére magyar származást kellett bizonyítani, nyelvtudást kell bizonyítani. Tehát azért vannak ebben de az fékek. Nem derül ki ezen az állampolgársági eskü, hogyha valaki nem tud magyarul, csak azt az esküszöveget tanulja meg. Pillanat. Tehát ugye pont itt van, amire az Index is rávilágított, hogy és ezért gondolják, és ezért is fogalmaztak szerintem markánsan ugye maffia jellegű bűncselekményként, mert hogy szervezetten, adott esetben feltételezések mentén, tehát nyilván ezeket a hatóságoknak kell ellenőrizni, de ők ilyen információkat találtak. Az államigazgatásban dolgozók, akár polgármesterek, illetve különböző államigazgatási területeken engedélyeket kiadó hivatalok vezetői, alkalmazottai, ahogy te is fogalmaztál, hát borsos összeg, tehát itt azért ilyen 5 és 40 ezer euró közötti nagyságrend, mennyire bonyolult annak a dolognak az elintézése. Hát mennyi papírt kell hamisítani, mennyi ember van. Kell megkenni. Ilyen összegek egy személyre vetítve a költségoldalról nagyságrendben jelentek meg, és hát a másik fordulat az volt, hogy néhány héttel vagy hónappal ezelőtt egy olyan személyt fogtak el egy ilyen államigazgatási intézményben, aki ezzel foglalatoskodott, ebből élt, és innentől kezdve jól látszódott, hogy a rendszerben ez a fajta szervezettség megjelent, tehát szakosodnak az emberek, és ténylegesen hozzá lehet jutni ilyen papírokhoz. És innentől kezdve szerintem elindult ez az egyfajta dominó elv, tehát ez döntötte végig, erre figyelt föl az Index, és ahogy te is fogalmaztál, nem elsősorban a külpolitikai, tehát például Szlovákiában, hogy ez hogyan csapódik le, hanem hogy Magyarországon erre valószínűsíthetően rátelepedett egy szervezett bűnözői csoport. Milyen biztonsági kockázatai vannak ennek, illetve ugye politikai szférából már felmerült ez a DK, mondta, hogy ez a schengeni határokat is befolyásolhatja, mi van akkor, hogyha Ausztria panaszkodik, hogy Magyarországon keresztül a magyar állampolgársággal egy csomó olyan ember kerül a schengeni határon belülre, aki egyébként nem tudna. Én azt gondolom, hogy a kettő valahol egy, tehát ez tényleg egyrészt nemzetbiztonsági probléma, nem csak azért, mert hogy a schengeni határok miatt, és akkor most egy picit így visszafele kezdve, hiszen nyilvánvalóan egy egyszerű, most az egyszerűt idézőjelbe téve, ukrán állampolgár nem akar úgy, vagy orosz állampolgár elmenni Oroszországba. Elsősorban olyan embereknek jut ez eszébe, akiknek valami miatt fontos, ahogy előbb említettem, valami probléma van velük. Nyilván Ukrajnában most fölmerül, hogy meg akarják úszni a katonasságot, így van, tehát a bevonulást, de egyébként szerbiai területekről is volt információ. Tehát én azt gondolom, hogy ha van egy ilyenfajta törvénykezés, van egy szabály, és ebben a szabályozásban vannak kiskapuk, már ez eleve egy komoly probléma. És igen, felvetődik az is, hogy a schengeni egyezmények alapján nekünk kötelezettségeink vannak az Európai Unió felé, amelyeket ezek szerint, hogyha ez ténylegesen így igaz, tehát hogyha ez a gyanú beigazolódik, akkor nem tudtunk tartani, és akkor itt van egy nagyon komoly kérdés, hogy kik léptek be, tehát kik azok a személyek, akik ezzel élni tudtak, és tényleg ezek az emberek vajon jelentenek-e kockázatot. Hát meglátjuk, hogy egyetlen lesz-e vizsgálat, és megtudjuk-e valahol, hogy valóban hát milyen nagyságrendben történnek ezek az esetek. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.